Akár így is megtanulhat gitározni az, akit egyszer megfertőzött a zene szeretete. A nyíregyházi Vikár Sándor Zeneiskola ad otthont idén a Hangszert a kézbe című rendezvénysorozatnak. A megnyitón elhangzott a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló programja és a Hangszeresek Országos Szövetsége közös kezdeményezése 2017-ben indult azzal a céllal, hogy népszerűsítse a zenetanulást a fiatalok vagy akár az idősebbek körében. A statisztikák szerint ugyanis Európában éppen a sereghajtó Bulgária előtt áll Magyarország a hangszeres oktatás terén. Rengeteg nagyszerű zenész, művész, tanár csatlakozott hozzánk, ugye maga a hangszert a kézben az egy ilyen két lábon álló dolog, van egy ilyen ökumenikus játszótér, zenei játszótér, vagy nevezzük kiállításnak, bár a gyerekeket elnézve inkább mondanám játszótérnek, illetve van, tartozik az egy 24 rendhagyó énekórából álló ilyen sorozat is hozzá. A gyerekek próbálgathatják a hangszereket, illetve meghallgathatják, illetve részt vehetnek ezeken a rendhagyó énekórákon. A pandémia miatti kényszerleállást követően idén indították újra az országos programsorozatot. Nyíregyháza 2017 óta második alkalommal ad otthont az eseménynek. Az, hogyha valaki testközelbe kerül valamivel, egy hangszerrel, az befolyásolhatja azért az életét annyiba, hogyha megtetszik neki, akkor elkezd zenét tanulni, és ha a zenét tanulja, nem kell mindenkiből nyilván filharmonikus zenészt faragni, de hogyha a zenét tanulja, akkor szerintem sokrétűbb emberré válhat valaki a felnőtt korában is. A hangszert a kézbe zenei játszóterét egyből birtokba veszik a gyerekek. A szervezők azt mondják, a legnépszerűbb hangszer kétségtelenül a gitár. Legjobban a gitár tetszik, az igazából minden. A zenei játszótéren kívül a háromnapos rendezvénysorozaton rendhagyó énekórákat, különböző zenei témájú előadásokat, kurzusokat is szerveznek. Az iskolák regisztrációhoz kötve érkeznek, a zenei játszótér azonban előzetes bejelentkezés nélkül is látogatható a Vikár Sándor Zeneiskolában. Úgy gondolom, hogy a zeneiskolának van egy küldetése, hogy a gyermekekhez közel vigye a zenét, és nem csak mint zenetanulás, mint hangszeres tanulás, hanem magát a zenének a szépségét és az örömeit megtapasztalhassák. Úgy gondolom, hogy Nyíregyházán a Vikár Sándor Zeneiskola egy nagyon megfelelő helyszíne a zenetanulásnak, és ha már a városban egy ilyen kiváló kiállítás érkezik, akkor ennek nekünk kell, hogy helyet adjunk. A Hangszert a kézbe programsorozaton 2017 óta országszerte több mint 100 000-en próbálták ki a hangszereket. 7 szekcióban több mint 140 hangszerrel járják az országot a zenészek. A Vikár Sándor Zeneiskolában szombat délutánig látogatható a rendezvény.